belefáradtam a bujkálásba, a kutatásba, a gyilkolásba. De én vagyok az egyetlen, akire számíthat az emberiség. Hogy ki vagyok, az maradjon rejtély. Az emberek nem is sejtik, mi zajlik a Földön. Honnan is tudhatnák, hogy egy entitás életre keltett pár fiktív lény majd egymásnak uszította őket? És mégis miért? Mert unatkozott. Látni akarta, ki a legjobb, ki a fantázia bajnoka. Undorítóan közhelyes. Mézes macaként bedobta, hogy a győztes hivatalosan is létező személyé válhat, és pluszban még kívánhat is valamit. A többiek ráharaptak a csábító csalira, és elkezdődött egy őrült gladiátor játék. Én nem döltem be ennek a maszlagnak. Nem érdekel a kívánság se az, hogy ez a nagyhatalmú valami mit akar. Köpök az egészre. Én azért vadászok a többiekre, hogy a világot megtisztítsam. Nem tartozunk ide. Fölborítjuk az egyensúlyt. Mi vagyunk a valóság kártevői. Ezért gyűjtök mindenkiről információkat, hogy tudjam, miként kell likvidálnom őket. Meg persze a szemtanúkat. Azokat is el kell tüntetni. És az én módszereim még mindig jobbak, mint állambácsié. Titokban kell tartani a létezésünket. A tömeghisztérián kívül az átlagember mit tudna ellenünk tenni? Jobb, ha titokban marad. De attól tartok, hamarosan kitudódik minden, és elszabadul a káosz. Már 3 éve járják a világot a szörnyek, önjelölt hősök, és még ki tudja mik. És egyre hangosabbak vagyunk. Főleg a kisebb országokban, mint például Magyarország. Elkalandoztam. Ideje fókuszálnom. Istenemre mondom, levadászlak titeket, mindegyik őtöket.